Debrecenben vagyunk a Salakmotorpályán, és készülünk teljes gőzerővel a szombati Európa-bajnoki elődöntőre. Benkő Roli és én fogunk indulni főversenyzőként, illetve Magosi Norbi és Bárány Márk lesz a tartalék. Mindannyian itt vagyunk, edzünk és csináljuk. Próbáljuk beállítani a motort, amennyire csak lehet. Hát most ez nekem egy kicsit pehem volt. Igazából a kuplunkházam tört ketté az első edzésen és az első bemenetelnél, úgyhogy most menjünk haza, mossuk le a motort, szedjük szét, és akkor azt meg kell javítani szombatra. Mire számítasz te, mint eredményre szombattal kapcsolatban? Hát a szombati nappal kapcsolatban nagyon szeretnék a középmezőnybe végezni, az egy óriási dolog lenne, mindent meg is fog tenni, hogy ez sikerüljön. Egy kis titkot, ha elárulhatunk, hogy ugye ebben a holt időben, amúgy a szeptember végi októbertől való időszak, egészen márciusig körülbelül, ott mit szoktatok csinálni, vagy olyankor mi történik egy salakmotoros versenyzővel? Igazából ez kívülről nem látszik, de az óriási fizikai megpróbáltatás, ez a 5x4 kör, vagy 6x7x4 kör, és az teljes erővel kondicionáló edzés, állóképesség, fejlesztés, mert ugye ilyen szezon közben nincs erre idő, és az maximálisan konditerem, futás, biciklizés, ilyesmi. Igazából 12 év versenyzés van mögöttem, és ennyire erős mezőny, nem gondolom, hogy volt itt Debrecenben, úgyhogy én arra tudom biztatni mindenkit, hogy jöjjön ki és nézze meg, mert biztos vagyok benne, hogy óriási küzdelem lesz. Ha tetszett a videó, ne felejtsd el lájkolni. Hasonló 360 fokos videókért iratkozz fel a Hírek 360 YouTube csatornájára, kövess Facebook és Instagram oldalunkat.